Polgármester úr, professzor úr, hölgyeim és uraim, ezen a késő órán az a megtisztelő feladat ért engem, hogy nőgyógyászati daganatokat Ribizlihében foglaljam össze. A nőgyógyászati daganat önmagában már megér egy délutánt, daganatok heterogén csoportja. Ez a heterogenitás, ez mind a kór eredet, a kór lefolyás, mind a terápiás lehetőségek, illetve a későbbi prognózis szempontjából egyaránt igaz. Mielőtt rátérnénk a retteltesen borzasztó nőgyászati rosszindulatú daganatokra, néhány szót szólnék az egész népesség körében leggyakoribb daganatról, amelyet mind közönségesen miómának ismerünk. Kicsit szakszerűbben leiomiofibróma néven fut a szakirodalomban, illetve a szakmai köztudatban, attól függően, hogy mely szövet típus dominál a szövettani vizsgálat során. Hangsúlyozandó, nagyon fontos körülmény, hogy egy jó indulatú daganatról van szó. A reproduktív korban, tehát mondjuk a 16-tól 55 éves korig terjedő életkorban a nők 20-25%-ában alakul ki. 40 év felett ez a gyakoriság, ez 30-40%, ami azt jelenti, hogy minden harmadik, de bizonyos helyeken minden második nőnél kialakul mióma. Itt látható az útrangos képe, egyrészt látható, hogy egy jó körülírt gócról van szó, mert környezetétől jól elhatárolódik, saját vérellátással rendelkezik. Ritkában szoktunk CT vagy MR vizsgálattal ilyesmét diagnosztizálni, de a illusztráció kedvére az is szerepel itt, illetve egy műtéti készítmény, látható, hogy a méh felszínét meghasítva ott egy ilyen fehér gombóc helyezkedik el, amit aztán gyönyörűen akár önmagában is el lehet távolítani. Nem pontosan tudjuk, hogy mi alakítja ki. Minden valószínűség szerint hormon függő daganatról van szó, általában ösztrogén függésről van szó. A tünetek, amiket okoz, elsősorban alhasi, illetve deréktáji fájdalom, vérzészavar, gyakori belhúzódó vérzés, és bő vérzés, időnként darabos vérzés. Nagyon lényeges, hogy mekkora miómáról van szó, és ez a három körülmény, tehát a fájdalom, a vérzészavar és a méret határozza meg aztán, hogy mi a teendő ezzel. Elképzelhető, hogy valakinek miómái vannak, vagy egy miómája van, és az egyet a világon semmiféle orvosi kezelése nem szorul az ellenőrzésen kívül. Ugyanakkor, ha a tünetek a mindennapi életminőségét jelentősen, vagy akár csak kisebb mértékben is befolyásolják, akkor leggyakrabban műtétet szoktunk ajánlani, illetve gyógyszeres kezelésre is van már lehetőség. Manapság ez a műtét, ez az eseteknek egy jó részében a méh megtartásával történik, tehát hogyha valakinél miómát diagnosztizálunk, az nem jelenti okvetlenül, és ez fiataloknak különösen jelentős, a méh elvesztését is. Térjünk rá a nőgyászati daganatokra, amelyeknek hát a döntő többsége úgynevezett rák, az a szemkiindulású daganat. Ezek szervtől függően teljesen eltérő viselkedésű és egy említettem prognózisú és orvosi attitűdöt igénylő folyamatok. Teljesen más a méhnyak, a petefészek, a méhtest, illetve a hüvely és a szeméremtest esetén fellépő rosszindulatok, daganatok, tünettana, illetve velük kapcsolatos kívánalmak. A tünetek időnként önmagukért beszélnek, időnként teljesen szegényesek, és ez rámutat arra a nagyon fontos tényre, amit már a mai este folyamán többször is elhangzott, hogy az orvosi szűrővizsgálatoknak a nőgyászati daganatok esetén elsősorban a méhnyak, illetve a hüvely, méhtest és a szeméremtest rák esetén óriási jelentősége. Ha a három vezető és leggyakoribb nőgyászati rosszindulatú daganatot vesszük, akkor látható az, hogy világszinten a méhnyak rák előfordulási gyakorisága folyamatosan csökken, míg a petefészeké az körülbelül konstans, és a méhtest vagy méhnyálkártya rák, endometrium rák enyhe emelkedést mutat. Először a méhtest rákról. A méhtest rákok döntő többsége, majdnem mindegyike, 94%-ban a méhnyálka hártyából, az endometriumból indul ki.
ez világszinten, tehát nem hangsúlyozom, nem Magyarországon, a leggyakoribb nőgyógyászati daganat. A nyolcadik leggyakoribb rák okozta halálozásért felelős, és a nők 2-3%-ában fejlődik ki élete során. Leggyakrabban a változókor után lép fel. A változókor utáni méhvérzés hátterében 15-25%-ban áll méhtestrák. Tehát egy rendkívül alarmírozó jelről van szó, hogyha egy idősebb nőnél, mondjuk 60-65 éves nőnél vérzészavar lép fel, minden esetben ki kell zárni a méhtestrákot a háttérben. A betegség fellépésekor az átlag életkor 60 év, és cserébe viszont 40 év alatt extrém ritka az előfordulása. Itt látható egy útrangos kép, meglehetősen konfúz a helyzet, a világítás sem használ neki, de hát ezen már túl vagyunk. Lényeg az, hogy egy környezetétől nem elhatárolódó, teljesen bizarr rajzolatot mutató méh bennék látható, ami rendkívül intenzív véráramlást mutat, és nem tisztelvén a szervhatárokat időnként, nem csak a méhnyak irányába, hanem a szomszédos szervek irányába is beszűrődéseket mutat. Egy eltávolított műtéti preparátum látható, az egész méh van a képen, és az üreget jelentős mértékben kitágító, teljesen bizarr tumor massza. Ahogy már említettem, az előbb az életkor vonatkozásában jellemzően a változókor utáni nők betegségéről beszélünk. Ez az oszlop, illetve vonaldiagram is ezt mutatja. Gyakorlatilag 40 év alatt, 36 év alatt, meg aztán végképp nem találkozunk vele. Ahogy a bevezetőmben is említettem, a gyakorisága folyamatosan nő. Nagy valószínűséggel azok a civilizációs hatások, amik az onkológiai problémák növekedéséhez általában vezetnek, a méhtestráknál is fontos szerepet játszanak. Ez már ugye többször elhangzott. A daganatok sorában az ötödik helyet foglalja el az emlőrák, a vastag és végbélrák, a festékes anyajegy, rossz indulatú elfajulása és a tüdőrák után a méhtest rákja. A felismerés, mely fázisban történik, nagy mértékben meghatározza a későbbieket, a beteg túlélési, illetve életminőségre vonatkozó kilátásait. Miután viszonylag hamar beköszön a méhtestrák színes vagy zavaros folyás, illetve vérzés formájában, így az a jó hírem van, hogy a legtöbb méhtestrákot egyes stádiumban ismerjük fel, ami nyilvánvalóan a kezelés lehetőségét jelentősen javítja. Az, hogy ez egy előre haladott formát öltsön, hát az ahhoz meglehetősen indolánsnak és orvoskerülőnek kell lenni, de találkoztunk már ilyennel is. Ennek megfelelően a túlélések is meglehetősen jók. Nyilvánvalóan az egyes stádiumban felismert tumor esetén ez gyakorlatilag teljes gyógyulással jár, hogyha itt egy kuratív eljárással kerül sor. A kettes stádiumban még mindig egy közel 80%-os, és aztán egy nagy zuhanás van a hármas stádiumnál, hogy már méhnyakra terjedés, illetve hüvelyre, környéki nyirokcsomókra, méh melletti kötőszövetre terjedés, tehát kismedence komplex betegségről van szó, itt már jelentősen, tehát 40%-ot sem ér el az 5 éves túlélés, és négyes stádiumban, ahol már egyrészt kismedence, másrészt távoli áttétek is megjelennek, itt már alig haladja meg a 10%-ot. De összességében elmondható, hogy legyen szó bármely stádiumon felismert betegségről, és 80% fölött van az 5 éves túlélés. Azért ez összevetve például a tüdőtumorokkal azért egy eléggé jó kilátás. Amiről az előbb már egy szót szóltam, nagyon lényeges az, hogyha abnormális, rendes vérzés jelentkezik, akkor ez el kell menni bizony orvoshoz. Lehet ezt szőnyeg alá seperni, meg megmagyarázni magamnak, hogy hát most biztos megint menstruálok, meg nem tudom én, ilyeneket szoktam én hallani, és lehet, hogy így van, de minden esetben ki kell a dolog hátterében a méhtestrákot zárni. Nagyon fontos még az, hogy a menopauza utáni vérzés mellett, ha valaki menstruál és visszatérő, menstruáció független, rendszertelen vérzése, rendellenes vérzése jelentkezik, akkor fiatalabb életkorban is ki kell zárni az ilyen típusú elváltozásokat. Illetve van egy különleges eset, amikor szex után úgynevezett
kontaktvérzések lépnek föl. Minden esetben a méh test mellett a méh nyak vizsgálatára is szükség van. A kóreredetről és a kockázati tényezőkről csak egészen röviden. Az ösztrogének és ezenből az esztronok, mint biológiai legaktívabb ösztrogén frakció szerepe teljesen egyértelmű, amiben az elhízásnak nagyon fontos szerepe van. Itt elhangzott már a mai délután folyamán, hogy a zsírszövet hormonása aktív, tehát egy korpulens, erőteljes testalkatú nőnél a méhtestrák kockázata önmagában már ettől a körülménytől is fokozott egy karcsúbb, vékonyabb nőhöz képest. Ha a élete folyamán valakinek petérési zavarai voltak, úgynevezett PCO-szindrómája volt, szintén kockázatnövelő, illetve például az emlőrákban használatos hormonkezelés, antiösztrogén kezelés vagy ösztrogénreceptor modulátor kezelés is növeli a méhtestrák kockázatát, ugye itt a tamoxifőről volt már szó. Ha valaki nem szült, az is egy kockázatnövelő tényező, illetve ha korán kezdett el menstruálni, sokáig, tehát késő életkorig menstruál, ez ugyanígy kockázat. A magas vérnyomás és diabétesz szerepe pontosan nem ismert, de korábban volt egy ilyen méhtestrákos triász, az elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, ami a nőgyászok, különösen a korábbi generációk számára egy nagyon alarmírozó triász volt. Ilyenkor minden esetben erőteljesen kutatni kell a méhtestrák irányába. Mindezen körülmények felhívják a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos az életmód a megelőzés tekintetében. Egyrészt a diéta, a táplálkozás, a fizikai aktivitás, hiszen ha nem is közvetve, vagy nem is közvetlenül, de közvetve ennek a betegségnek a kialakulására és lefolyására nagyon jelentős a hatása. A kezelésről csak egészen röviden, amennyiben ez egy korai stádiumú betegség, elég a méhet eltávolítani, akár a méhfüggelékek visszahagyása is megengedett. Előre haladottabb fázisban, amikor már a méhnyak is érintett, a környéki nyirokcsomók, akkor egy radikális méheltávolításra van szükség, illetve hát a környező szervek érintettsége esetén egészen heroikus műtétekre is sor kerül olykor. Áttérve a petefészek daganatokra, megint csak egészen röviden a jóindulatú oldal, hiszen a leggyakoribb petefészek elváltozások azért hangsúlyozom jóindulatúak. Itt legtöbbször egyszerű cisztákról van szó, amik a peteérés rendellenességeiből fakadnak. Fiatal nőknél viszonylag gyakran látjuk, ezek jönnek, mennek, semmiféle orvosi beavatkozást nem igényelnek, sem az életminőséget, sem az életkilátásokat semmilyen módon nem korlátozzák. Általában víztiszta, bennékűek, vékonyfalúak, legtöbbször saját maguktól elfakadnak és felszívódnak. Egy kicsit más kategória az úgynevezett endometriómák, tehát a méhnyálka, hártya, szigeteket tartalmazó petefészek, ciszták esete, amit egyébként a köznyelven csokoládé cisztaként is szoktak nevezni, mert ha megoperálunk egy ilyen pácienst és kiemeljük a cisztáját, ha szétfakad, akkor valóban mint egy ilyen híg csokoládé massza töltené ki. Illetve léteznek bizonyos csodadaganatok, ezek közül is a dermoidok. Egészen furcsa dolog, és csak az egzotikum kedvéért említem itt meg a kedves hallgatóságnak. Arról van szó, hogy a petefészkek időnként gondolnak egyet, és ilyen daganatokat kezdenek el növeszteni maguktól a saját kis csíra sejtjeikből, amik például hajat tartalmaznak, csontot, porcot, fogat. Egészen furcsa. Én magam operáltam már olyan dermoidot, amiben koponyacsont volt, és hát a laparoszkóp az volt a probléma, hogy ott egy maximum 2 cm-es nyíláson megyünk be, a csont meg 5 cm-s volt, úgyhogy hát egy elég elhúzódó kiemelés volt, de sikerült has kinyitása nélkül megoldani. Léteznek ezen kívül szolid, tehát szilárd állagú petefészek daganatok is, ezek a cisztákhoz képest azért lényegesen ritkábbak. Rátérve a petefészek rák. Petefészek rák, hát egy rendkívül goromba és hát meglehetősen nehezen megközelíthető és mindenféle erőfeszítésünkre olykor fittyet hányó állapot. Kéz a kézben halad az emlőtumorokkal, vagy akár a gyomortumorokkal, amiről itt már szó volt. Nagyon sok immunológiai és genetikai hasonlóság van ezek között. Azt sajnos el kell mondjam, hogy még a méhtestráknál, hogy 80% fölötti túlélésről beszéltünk itt
jobbról a második oszlop, bizony a pirossal jelölt Petefészek Ráknál ez alig haladja meg a 40%-ot. Mi ennek az oka? Illetve még pillanatra annyit mondanék előtte, hogy életkorilag ez nagyon hasonló a méhtestrák megjelenésével, tehát a változó kortól ugrik meg az incidencia, a gyakorisága, és hát aztán olyan 68-75 éves korba tetőzik, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy fiatalkorban ne találkoznánk petefészek rákkal. Sőt, az emlő tumorokhoz hasonlóan sajnos a petefészek rák gyakorisága is nő fiatal nők esetén. Ugye méhtestráknál az előbb mutattam, hogy zömmel az első stádiumban felismerjük, hát a petefészek rákoknál ez korán sincs így. Itt körülbelül az első és a harmadik stádium az fej mellett megy, ami hát a kimenetel, a gyógyítási lehetőség szempontjából óriási különbséget jelent. Azt is el kell mondjam, az első stádiumú petefészek rák felismerése, ez legtöbbször melléklelet. Tehát megopárunk valakit valamiért, van egy ártalmatlannak tűnő kis cisztája, vagy elváltozás, vagy éppen mióma miatt kivesszük a méhét, mellette petevezetőket, petefészkeket, és aztán a szövettanász hív egy hét múlva, hogy hoppá, itt a petefészekben rossz indulatú elváltozásokat találtunk. Ami mondjuk még ki sem tört a petefészek tokjából, tehát jó kilátásai vannak a gyógyításnak. Ennek megfelelően második stádiumban, amikor már elérné a petefészek kérgi állományát, tokját és a hashártyát, viszonylag ritkán találunk petefészekrákot, hiszen amikor felismerjük, és már klinikai tünetei vannak, vagy akár csak útrahangos, bármilyen képalkotó tünetei vannak, akkor már legtöbbször hármas stádiumban vannak ezek a petefészekrákok. Az incidenciáját tekintve, tehát az előfordulási gyakoriságát, fellépési gyakoriságát tekintve jelentős különbség van abban, hogy milyen típusú petefészekrákról beszélünk. Itt a leggyakoribb az úgynevezett szerózus, amely a hashártya igénybevételével azon terjedve egészen messzire a rekesz kupolába, a máj felszínére, a gyomorra, a vastagbélre, úgynevezett cseppleszre ad áttétet viszonylag hamar. A mucinózus, illetve a stromális tumorok, vagy akár az endometrioid rák meglehetősen emögött marad gyakoriságát tekintve. A tünettana nagyon, nagyon szegényes. Ez az egyik legnagyobb baj a petefészekrákkal, hogy akkor jönnek tipikusan a petefészekrákos pácienseink, amikor jelentős haskörfogat növekedést tapasztalnak, étvágyvesztés, a gyakoribb vizelés, a hasi feszülési érzés, hasi fájdalom, felfúvottság érzés, ezek teljesen jellegtelen tünetek, valaki disznótorba volt, ezeket bármikor produkálja, és az emberek hajlamosak általában ilyen dolgokra visszavezetni ezeket a dolgokat, és amikor már kapcsolnak, hogy hoppá, 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 itt tulajdonképpen mindegy is, hogy mit eszek, az éhasam mégiscsak nagy marad, meg én csak rosszul érzem magam, meg állandóan vécére kell járnom, akkor általában minimum hármas stádiumú petefészekrákkal találkozunk. A legjellemzőbb tünet az étvágyvesztés, hát ugye étvágyvesztése bármelyikünknek bármikor lehet. Az útrankos képe rendkívül jellegzetes. Egy ilyen vegyes szerkezetű, helyenként folyadéktartalmú, helyenként szolid. Itt látszik egy ilyen karfia rajzolatú, teljesen bizarr rajzolatú tumormassa a petefészek állományán belül. Nagyon tipikus az is, hogy megjelenik a hasvízkór, a gyomortumorokhoz hasonlóan. Tehát, hogyha mondjuk valaki rengeteg hasvízzel a hasába érkezik, útranggal látjuk, hogy ott nem is kell, hogy a petefészken elváltozást lássunk, ezt megszúrjuk, leszívunk ebből a hasvízzel, elküldjük citológiai vizsgálatra, igazolódik a tumor jelenléte. További útrangos képeken látszik az, hogy rendkívül érbő és úgynevezett alacsony ellenállású érhálózatot tartalmazó tumorok ezek legtöbbször, amelyek a diagnózist segítik, de azért egy gyakorlott nőgyászati ultrahangos tulajdonképpen első blikre szinte 80-90%-os biztonsággal megmondja, hogy rossz indulatú petefészek daganattal állunk szembe. Eltávolítva így néz ki, látható, hogy vannak szilárd részei, teljesen bizarr, ilyen karfiolszerű a rajzolata, van, ahol sima felszínű folyadékot tartalmaz, nem respektálja a szervhatárokat,
A túlélési arányokról már szóltam. Az ábrán 10 évig követve szerepelnek ezek kanadai adatok, hozzáteszem. 10 éves túlélés az már 40% alatt van. Az 5 éves túlélés, amit általában tumoroknál követnek, petefészekráknál egy kicsit ez más, az 50% alatt van. A jó hír ezzel szemben az, azután sok szomorúság után, hogy azért a tudomány halad, és a 70-es évek óta bizony a diagnózis felállításának időszakától függően, tehát hogy az mondjuk 71-72-ben vagy éppenséggel 10 éven belül történt, 2010 és 11 között a túlélési arányok jelentős mértékben nőttek. Nagyon fontos az, hogy a diagnosztikában is, az elsődleges diagnosztikában, tehát később a követésben is rendelkezésünkre állnak laborvizsgálati módszerek, úgynevezett tumormarkerek. Ezek közül jelesül kiemelném a CA125-öt és a H4-et, illetve a kettő kombinációból egy algoritmussal képzett Roma indexet, amely százalékos biztonsága mondja azt meg, hogy valaki magas vagy alacsony kockázatú csoportba esik petefészek képlet tekintetében. Tehát akár egy elsődleges kockázatbecslésre, illetve diagnosztikára is alkalmazható, és aztán követésre is úgy szintén. Ami viszont nagyon fontos, gyakran jönnek hozzánk nők azzal, hogy ők hallottak erről, és ők bizony szeretnék ezt megnézetni, mert ők akkor nyugodtabbak lennének, ha tudják, hogy ez jó. Ez nem egy szűrővizsgálati módszer. Rendkívül kellemetlen szituáció, amikor valaki ezt úgy keresztülhajtja, megcsináltatjuk a Roma indexet, és akkor emelkedett kockázati csoportba esik, anélkül, hogy bárhol látnánk vagy tapasztaltunk volna nála a tumort. Akkor fölteszem a kérdést, nem csak én, hanem egyáltalán szakma fölteszi a kérdést, hogy ilyen esetben mit fogunk csinálni. Van egy magas kockázatú Roma index, nincs képlet, nincs panasz, semmiféle eltérés nincs, meg fogjuk operálni, és kiveszünk a petefészkét azért, mert laborlelet nem a normál tartományba esik. Tehát nagyon-nagyon visszafogottnak kell lenni e tekintetben, és a helyén kell kezelni ezt a labordiagnosztikát. A kezelés egészen röviden. Optimális esetben tumormentesítést jelent, tehát egészen nagy radikális műtétek történnek annak érdekében, hogy egy centiméternél nagyobb tumor maradvány ne legyen, de lehetőleg még annyi sem. Ha ez nem lehetséges, önmagában már annak is van jelentőség és haszna, hogyha úgynevezett debulking, tehát tömegcsökkentő, tumor massza csökkentő műtét történik, hiszen az utókezelés, műtét utáni utókezelés nagymértékben függ attól, hogy a maradvány tumorok mekkorák. Tehát bizonyos méret felett, 2 centi felett teljesen felesleges erőködni akár kemoterápiával, vagy mással, mert nem fér hozzá a tumor belsejéhez a kemoterápia. Én megemlítettem itt a HIPE-ket, ami egy egészen, hát viszonylag új technika, Magyarországon is alkalmazzák már. A lényege az, hogy műtét közben egy hipertermiás, tehát egy felmelegített, 60 fokra felmelegített kemoterápiás citosztatikus oldat kerül a hasüregbe, az bizonyos ideig ott hat, tehát egészen direkt módon, nem vénásan, vagy szájönkeztem, vagy így, vagy úgy bejuttatva, hanem direkt módon a tumorra juttatva fejti ki a hatását. Nagyon-nagyon kedvező és biztató eredmények vannak ezzel, illetve egészen nagy radikalitású hashártyáltávolítású műtéteket is végeznek már, akár Magyarországon is. Ahogy említettem, a műtét után általában kemoterápia következik, nagyban hasonlít például az emlőtumorok kezeléséhez, központi eleme a taxol, illetve ennek különböző derivátumai, kiegészítve egyéb kezelésekkel, mint például vannak már monoklonális próbálkozások, antitest próbálkozások is ezügyben, tehát immunterápia is felmerül. Elhangzott itt egyrészt a gyomorbélrendszeri, másrészt az emlőtumorok vonatkozásában a genetikai háttér. Az a helyzet, hogy petefészek, rákok esetén is óriási jelentősége van, és van egy taxatív felsorolás, illetve egy rendszer, amiben mindenki megtalálhatja a saját helyét, hogy ez, hogy hány éves volt-e a családjában, hánynak volt, anyai ágon volt, apai ágon volt, és ennek megfelelően akár indokolt lehet ennek a genetikai háttérnek a tisztázása. Magyarországon ez is elérhető. Egészen pontosan tudom, ez 128 000 forintba kerül,
sajnos a TB nem finanszírozza, viszont néhány héten belül látjuk. Az megint egy nagy kérdés, hogyha kezünkben van ez a lelet, akkor mit fogunk ezzel kezdeni? Tehát, hogyha ennek van terápiás konzekvenciája, van gondozási konzekvenciája, akkor nyilvánvalóan ez célszerű megcsinálni. Ha is amennyiben nincs, akkor kíváncsisággal azért vigyázni kell, mert azért ez nagyon nagy kő a puttonyba, hogyha valaki megtudja, hogy BRCA1 vagy 2 hordozó, és ezzel éli az életét, úgy, hogy az életében soha nem lesz mondjuk petefészek rákja, de minden reggel azzal kell és azzal fekszik, hogy egyébként rossz lapokat húzott. Úgyhogy érdemes ezeket mindig átgondolni. Mik azok a kockázati tényezők, amik növelik a petefészekrák kockázatát? Elsődleges az életkor, ez minden tumorra igaz, inkább azt mondom, minden karcinómára, tehát támeredetű rákra igaz, a szarkómáknak kicsit más a helyzet nyilvánvaló. A család érintettségre többször volt szó, a különböző rákszindrómák, ugye itt a familiáris polipózisról, meg a HNPCC-ről szintén volt szó, kövérség, ugye? Sajnos nem tudjuk megkerülni ezt a problémát. Tehát ahogy mondja, obezitás, ipsa morbus, a kövérség maga a betegség. Itt egész délután erről beszélünk. Ha valaki nem szült, az egy fokozott kockázat. Sajnos azt kell mondjam, én nagyon előszeretettel használom, hogy a női hormon kezelés, változókori női hormon kezelés is egy diszkrét emelkedést jelent ebben a tekintetben sajnos. Illetve, hogy hányszor menstruál egy nő életében, milyen hamar kezdés, milyen későn fejezi be, az szintén, mert statisztikailag is egy kockázatnövelő. Mi az, ami csökkenti? Hogyha valakinek eltávolítják a petevezetőt és a petefészkét, az egy csökkentő tényező, ha a petefészkét nyilván az is, mély eltávolítás furcsa módon önmagában az is, ha valaki sterilizálnak, ez is, illetve fogamzásgátló szedés. Ez egy régóta ismert tapasztalati tényező, hogy egy eszkörökben, hogy azoknál a nőknél, akik tartósan, hosszú éveken keresztül fogamzásgátlót szedtek, később ebben ritkában alakul ki petefészek rák, megfontolandó. Illetve a szoptatás. Megint egy szóban táplálkozás, fizikai aktivitás, életvitel, stresszkelő életmód. Térjünk rá a méh másik rendkívül gyakori daganatára, amely Magyarországon egy tragédia. Tehát láttam egyszer egy szimpózionon egy képet, egy térképet Európáról, ahol a méhnyakrák előfordulási gyakorisága valamikori vasfüggönyt rajzolja ki. Ez nem lehet véletlen. Tehát innen 300 kilométerre nincs méhnyakrák. Bécsben nincs méhnyakrák. Grazban nincs méhnyakrák. Ludwigshafenben nincs méhnyakrák. Budapesten van. Debrecenben van. Budaürsön is van. Vajon miért? Elgondolkodtató. Itt tulajdonképpen ez az egésznek a savaborsa, az átszűrtség. Tehát a méhnyakrák egy szűrhető betegség. Szűrhetőbe, meg lehet gyógyítani azokat, akik első jutnak a méhnyakrákig, csak egy rák megelőző állapotuk van, egyszerű megoldásokkal, néhány egynapos sebészeti vagy néhány perces beavatkozásokkal gyönyörűen meg lehet oldani, és teljesen meggyógyulnak. Nem, valahogy nincs kommunikáció a társadalom, nőtársadalom és az ellátórendszer között. Ez miért van? Én ebben nem mennék bele, van véleményem, de az előre haladott órára való tekintettel én azt most megtartanám magamnak. Az biztos, hogy körülbelül Magyarországon, ahol rendszer szintű szűrő rendszer van, mert vannak ugye opportunista szűrést követő országok, például Németország, Magyarországon gyakorlatilag proklamált dolog évtizedek óta, talán az 50-es évek óta, hogy nőgyászati rákszűrés van. Van persze papíron, gyakorlatban nincs. 10 nőből 3 jár el nőgyógyászhoz, és méhnyakrákja nem csak annak a háromnak lehet, aki eljár. Ennek az a következménye, hogy 400 nő évente meghal Magyarországon egy olyan betegségben, aminek nem is kéne léteznie. És ezek ugye általában fiatal családanyák, mondjuk 40 éves nők, mondjuk 1-2-3 gyerekkel, meg férjel, meg nem tudom én, tehát mindenféle élethelyzetek vannak, semmikor nem jó meghalni, ez nyilvánvaló, de egészen dráma és megrázó szituációkkal találkozik időnként az ember. És mondom, egy olyan betegségnél, amelyek egyébként nem is kellene léteznie. Itt van ez a bizonyos átszűrtség, okulásként.
Az Egyesült Államokban, ami nyilván egy nagy vegyes felvágott ország, az átszűrtség 85%-os. 85%-os. És ugye itt Európában is, például franciáknál 71%-os, Egyesült Királyság 78%-os, elképesztő. Japánban, Magyarország az körülbelül Japán után jön ilyen 30-33%-kal. Mikor ismerik? Milyen életkorban lép ez az egész fel? Ugye látszott a méhtestráknál és a petefészekráknál, hogy a menopauza, illetve az utáni évek azok, amik elsősorban veszélyeztetettek. Méhnyakrák az a probléma, hogy nem. Látható, hogy a legtöbb felismert eset az bizony 35 és mondjuk 60 között volt, így van. Tehát amit az előbb mondtam, ez dráma. Ez dráma. Az idősnők is hiányoznak nagyon, a nagymamák is hiányoznak, meg a dédikék is hiányoznak, de az anyukák, meg a leendő, meg a egyik potenciális anyukák, azok is nagyon hiányoznak. Itt látható, hogy mik a stádium, ezzel nem terhelném a hallgatóságot. Ez az ábra megint ugyanazt húzza alá. Látszottak az oszlopok, hogy a jobb felé tolódtak eddig, méhtestráknál és petefészekeknál, itt bizony bal felé. És itt látható, hogy akár 24 éves korban is találkozunk ezzel a betegséggel. Magyarországon a halálozás az EU átlagának háromszorosa. Évente 1500 új megbetegedés van, és ebből 400-an meghalnak. A tanár úr is ezt a adatot hozta, úgyhogy örülök, hogy nincs kollízió köztünk. Úgy, hogy Magyarországon 2014 óta létezik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kibocsátott átfogó méhnyakrák megelőzési program, amely tartalmazza többek között a HPV vakcinációnak a bevezetését. Mi az a HPV, amely erről is beszélni. Mit kéne csinálni? Ez gyönyörűen le van írva, nem csak angolul, hanem amiről szeretném magam exkluzálni, magyarul is már rengeteg helyen, ha bárkit is érdekel, vagy érdekelne. Ugye megelőzés. 11-12 éves gyermekeket leoltva, bocsánat, azért azt hozzáteszem, hogy tudjuk a méhnyakráknak az okát. A méhnyakrák egy vírusbetegség. A humán papilloma vírus nevű vírus család, vírus csoport, úgynevezett magas kockázatú törzsei okozzák egyébként nem csak a méhnyakrákot, ahogy itt már elhangzott, hanem például szájüregi vagy garat rákokat, vagy nyelvgyöki rákokat, de nőgyászati tekintetben a hüvelyrákokat, illetve a szemérem-testi rákokat is. Ezt tudjuk szűrni, és ami még jobb hír, hogy meg tudjuk előzni. Tehát ugyanúgy, mint hogy influenza ellen, meg kanyarú ellen, meg nem tudom én, diftéria ellen, meg X éve, évtizede létezik védőoltás, létezik a HPV vírus ellen is, illetve annak bizonyos törzsei ellen, a leggyakrabban előforduló onkogén, tehát daganatot okozó törzsek ellen oltás, meg lehet előzni. Tehát azért nincsen Grácsban vírus, mert le van oltva mindenki. Vagy méhnyakrák, mert le van oltva mindenki. Ez a szembe kell nézni. Nyilván 160 valahányféle HPV törzs van, és a legkorszerűbb, legmodernebb oltás is 9 féle vírus ellen véd. Az a jó hír, hogy a keresztreakciók azok ismertek, tapasztalati tények támasztják alá. Tehát magyarul, hogyha valaki le van ezzel ellen a 9 vírus ellen oltva, ami 2 alacsony rizikójú törzs, akkor gyakorlatilag védett a méhnyakrák ellen. Ezt mutatják egyébként a népmozgalmi adatok. Tehát, hogyha ez az oltás megtörténik az általános iskola 7. osztályában, utalnék a tanár úrra vissza, akkor egy óriási lépést tettünk a méhnyakrák kiirtása, a társadalmi méretű kiirtása irányába. A szűrővizsgálatok, amikről az előbb már beszéltem, jellemző módon most már a korszerű felfogás szerint 21 éves kortól indokoltak. Tehát az, hogy valaki 18 évesen megcsinálnak persze, de az a kitettség, az a fajta kockázat növekedés, az a korai 20-as évektől indul el igazán. Nyilván, ha valaki egy hányatott a sorsú valaki, és olyan helyzetbe sodródott, ahol tudom én, 10 évesen promiszkus életmódot volt kénytelen folytatni, akkor az ő kitettsége korábbra is helyezhető, de azért nem ez a jellemző. 21 évesen viszont bizony érdemes elindítani a szűrést. A magyarországi protokoll évenként javasolja a nőgyásznál való megjelenést, illetve a kenetvételt, kolposzkópiát, egy komplex nőgyászati vizsgálat keretében.
ez így alakult, egyelőre így van, változás ebben belátható időn belül nem várható. Ehhez képest elmondanám, hogy például az Egyesült Királyságban vagy Amerikában 3 évenként történik nőgyógyászati onkológiai szűrés, illetve rögtön kiegészítik már ennek a bizonyos HPV vírusnak a szűrésével és kimutatásával, és ha is amennyiben mind a kettő negatív, azaz mind sejtanilag, mind a HPV tekintetében nincs jelen egyik sem, tehát sem kóros sejtek, sem HPV, akkor 5 év múlva rendelik vissza. És ezen érdemes elgondolkozni, hogy mi pénzben van az, hogy valaki évenként elmegy nőgyászhoz, és ehhez képest mit jelent az, hogyha 3 vagy 5 évenként. Már csak az, hogy mondjuk el kell kéreckedjen a főnökétől azért, hogy el tudja jönni ide a Kossuth út 9-be, és mondjuk egy időpontot kér x idő múlvára. Tehát nagyon sok pragmatikus és alapkutatási dolog kapcsolódik viszonylag szorosan egymáshoz, nem is gondolnánk. 21 éves kortól aztán elindul ez a szűrés, 65 év fölött érdemes lezárni ezt. Nem azért, amiért sokan mondják, meg hát mindenféle ilyen hoaxok keringenek az interneten, és mert a 65 feletti emberek le lennének írva, nem erről van szó. 65 év felett azok a betegségek, amik ezekkel a szűrőmódszerekkel kimutathatók, vagy egyáltalán bármiféle életminőségbeli vagy orvosi hozadéka lenne, extrém ritkák. Tehát magyarul nem tesz hozzá a dologhoz semmi. Eljön a nőgyógyász, az persze, megvizsgáljuk, mert akkor jönnek más dolgok, hogy itt például a méhtestrák, az főleg akkor jön meg a petefészek, tehát érdemes eljönni. De önmagában már a kenetvétel vagy a HPV tenyésztés ilyenkor olyan nagy relevanciával nem bír. És ahol költségérzékeny az egészségügy, mert vannak ilyen országok, ott ezt nem is javasolják. Az elsődleges megelőzés tehát összefoglalva a szűrés, illetve a HPV védőoltás. És ez a kettő együtt eredményesen alkalmazza a méhnyakrák eltűnéséhez vezet. Köszönöm szépen a figyelmet!